Az újabb fejlesztést mutatja a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatója az intézmény tetején. A projekt egy a tavalyi évben elindított Európai Uniós pályázat elnyeréseként valósult meg, amelyet a megújuló energiahatékonyság növelésének jegyében indítottak. A rendelkezésre álló összeg csaknem 200 millió forint. Ez egy komplett napelemrendszer telepítését jelenti. A kórház összes olyan tetőszerkezetére, amely alkalmas a napcella telepítésre, felhasználtuk, és így 330 megawattórányi naperőművet hozunk létre gyakorlatilag, mely a kórház energiafogyasztásának a kb. Egynegyedét fedezi. Mészáros Lajos elmondta, energiagazdálkodás szempontjából óriási segítséget és lehetőséget biztosít az intézménynek a több mint 1000 napelem telepítése. Különösen azért is, mert az új technológiai tömb belépésével megnövekedett az energiaigény, és ezt kompenzálja ez a lehetőség. Azon kívül a kórházban energia és környezettudatos szemléletünk van, és azért különösen örülünk, hogy ezzel mind a széndioxid kibocsátás, mind az üvegházhatás, ha nem is olyan túl nagy mértékben, de azért csökkenthető. A napelemes rendszer kiépítésének munkálatai augusztusban kezdődtek, és a fertőző osztály épületének tetején már el is készültek. Jelenleg a kórház főépületének vízszigetelése zajlik, amely elengedhetetlen része a teendőknek. A munkálatok várhatóan október végén fejeződnek be, amelyet egy próbaüzem követ. A főigazgató hozzátette, a jövőbeni épületfejlesztési tervek között szerepel a főépület teljes nyílászáró cseréje, amely a kórház fűtés költségét jelentős mértékben fogja csökkenteni.